Köszönlek benneteket ezen a felvételen. A mai napon teli hold van, és ez a teli hold energia, ez kihat még a következő napokra is. Amikor teli hold van, akkor megvilágít bizonyos témákat, amire oda kell figyelni. A mai napon és a következő napokban is egészségügyi témákról van szó, és itt van egy ilyen gyógyító erő. Azon kívül utal arra is, hogy tégy valamit rendbe, megvilágítja a helyzetet, rendezd a dolgokat. A hold mozgását befolyásolja Spica csillag, és az azt jelenti, ha most valamit indítasz, az gyümölcsözni fog, de azért légy kicsit türelmes. És most megtekintjük, mit üzennek a kártyák. Egy szerelmi jóslás. Itt sajnos látható egy ravasz, gonosz nő a háttérben, ezt szimbolizálja ez a kígyó. Ez lehet az ő volt társnője, vagy valaki a te környezetedben, aki gonosz, hamis és irigy rád. Itt látható ez a férfi. Ha te egy férfi vagy, akkor ez a kép rád utal. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a férfi a te lelki társad, és az ő környezetében van ez a hamis ravasz nő. De itt lesz egy utazás. Ez lehet egy külföldi kapcsolat nála, de jelentheti azt is, hogy itt lesznek változások. Mert ez a kép, ez az utazás utalhat változásokra is. Én úgy gondolom, ő átlát a helyzeten, és hátat fordít ennek a ravasz nőnek, és itt vannak ezek a változások. Az is lehet, hogy ő befejezi ezt a kapcsolatot, eltekint tőle, és kettőtök között lesz egy utazás. Ez lehet egy nyaralás tervezése, vagy utalhat változásokra. A háttérben, amit hallatok, ez azért van, mert nagy vihar van itt Mallorca szigetén, és ezért látható ez a, illetve hallani lehet ezeket a hangokat. Ez a szél, ez a vihar. És hogyan tovább? Itt láthatóak a kezek. Tehát kéz a kézben fogtok előre menni. Terveztek közösen valamit. Amit a kezek itt még jelenthetnek, utalhatnak szerződésekre. Itt látható egy gazdag lány, ez lehet egy anyagi segítség, vagy jólét, vagy nyeremény, de utal a belső értékekre is. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kép téged szimbolizál. A szépségedet, a kreatív tevékenységed, a belső értékeket, és ő értékelni fog téged. Itt te ugyan még úgy érzed, hogy benne vagy ebben a kalitkában. Tehát fogva érzed magadat valami miatt. Ezek lehetnek érzelmek, mint például félelmek vagy bizonytalanságok, de ez megváltozik, hiszen utal arra, hogy hamarosan felszabadultnak érzed magad. Itt ez a kép utal a te szépségedre, a belső értékeidre, te fogva érzed ugyan magadat, de hamarosan kilépsz ebből a helyzetből, felszabadultnak érzed magad, és kéz a kézben vele együtt, akkor előre mennek a dolgok.
Itt látható egy jó indulatú férfi, aki segít neked. Egy bölcs, okos emberről van szó. A háttérben megjelenik a könyv és a betűk, ez utalhat az ő tudására, jelentheti azt is, hogy nálad lesz egy továbbképzés. Ez lehet olyan apai érzelem, valaki, aki segít neked, vagy az édesapukád, de jelentheti az ő tartását, hogy ő közeledik hozzád, nyitott lesz veled szemben, és jó lelkű. Itt látható a betegség, vagy te érzed magad fáradtnak, kimerültnek, vagy valaki beteg a családban, de jelenti a gyógyító erőt is, vagy ezt a területet ugyanúgy, ahogy a teli hold ezt most megvilágítja. Ilyen egészségügyi témákra utal a gyógyító erőre. Lehet, hogy ez a hivatásod. Az is lehet, hogy ez az úr, ez a jó indulatú férfi, aki okos, egy orvos. Itt látható ez a hajó a háttérben, és utal a reményekre, a víz pedig az érzelmekre. A madár itt a képen jelenti a változásokat. Itt látható egy okos, bölcs férfi, aki jó indulatú veled szemben. Mivel itt egészségügyi témákról van szó, lehet, hogy itt van ez a gyógyító erő, vagy ez a férfi egy orvos. Hogy javulnak a dolgok, az itt látható, hiszen megvan hozzá a remény, látható a változás. És most feltennék egy kérdést, ami mindannyiunkat érdekel, hiszen átélünk egy bizonyos helyzetet, ez a politikai helyzet, ez a háború, az orosz-ukrán háború, és most megnézzük a kártyát, hogy hogyan tovább, hogyan alakulnak a dolgok. Itt mindkét fél, az oroszok is, az ukránok is fogva érzik magukat. Nem tudják hogyan tovább, nem tudják azt, milyen döntéseket kellene hozni. Szerintem itt vannak félelmek, bizonytalanságok is. De itt nyílik egy ajtó, tehát ez jelenti a szabadságot. Ez a háború hamarosan véget ér. Itt látható a transformáció, a megújulások. Most ugyan itt lent vagyunk, ahol a félelmek vannak, a bizonytalanságok, senki nem tudja, hogyan alakulnak a dolgok, de itt látható ez a lepke, és az jelenti a szabadságot, és a változásokat, a megújulásokat. Ez a kép is arra utal, hogy ez a háború véget ér. Itt látható egy hölgy, ez utal a nőies energiára, tehát lehet az, hogy mi hölgyek aktívak leszünk, és befolyásoljuk az eseményeket. Amit én ezen a kártyán úgy érzek, a hold energiája, hiszen a hold az utal a nőiességre, az érzelmekre, hogy az érzelmek, a barátságok, a béke, a szeretet itt győzni fog. És itt ez a bagoly utal a bölcsességre. Én úgy érzem, hogy a jó Isten beleavatkozik majd itt a dolgokba, és lesz szabadság. Mind a három kártya erre utal. És itt a nőies energia, a bölcsesség jelenti az okos, bölcs döntéseket is.
És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!